Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi szó is november 14-én. A hold ma eléri azt a pontot, ami közel áll a holdhoz. Ez kihat a mai napra. Itt vágyakról van szó, reményekről és álmokról. Mivel a hold közel áll a földhöz, ez megvalósítható. Még mindig van egy kapcsolat Jupiter és Plutó bolygó között, egy úgynevezett konjunkción, együtt hatnak. Itt bírósági ügyekről van szó, és a hatalomról, ez a Plutó energia. Tegnap említettem is, hogy én úgy gondolom, ez kihat az amerikai választásokra. A nap besugározza ezt a Jupiter-Plutó konjunkciót, tehát valami kiderül. Visszatérve a holdra. A hold a mai napon a Svati holdházban található. Ez a szanszkrit nyelvből jön. Svá az annyit jelent én, áti pedig a lelkünket. Ez így kapcsolatban áll kell, hogy összhangba hozzuk őket. Mars bolygó, még mindig visszahúzódó, ezt érezzük, mert fáradtak vagyunk, vagy az az érzésünk, hogy semmi nem megy tovább, vannak korlátozások. Ez a visszatekintés utal gyakran a múltra. Mars bolygó holnap megáll, megállnak az események, azon kívül új hold lesz. Az is arra utal, hogy legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett. És holnap utántól előre mennek az események, vagy a ti lelki társatok végre közeledik. És ez volt a mai felvételem, Mizuis, november 14-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!